Frontálisan ütközött egy kamion és egy személyautó a 4-es főúton Fegyvernek közelében. A balesetben a személygépkocsi vezetője a helyszínen meghalt. A rendőrök teljes útlezárás mellett helyszíneltek. A forgalmat mindkét irányból Bánhalma felé terelték, közölte a Jászenkun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a műszaki mentést a szolnoki hivatásos és a Törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók végezték. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Egy kijelölt parkolóhelyen álltam, nem láttam semmit, mert én kocsi előtt álltam, telefonáltam, és csak arra lett egy figyelmes, egy nagy csattanás, egy durranás, kidurrant a kerék, mire átvejöttem, a másik kamion jött szemből, a kocsi, hogy a rendület kifogyott a 4-esre, az eltolta, vagy jött, és ott kiesett a srác belőle, az meg is halt. Eddig nem tisztázott, hogy a személyautó miért térhetett át a szemközti forgalmi sávba, ami a tragédiához vezetett.